Hétfőn vált hivatalossá, hogy a múlt héten csődvédelmet kért Albakomb egyelőre nem tudja tovább finanszírozni a Fehérvári kosárlabda csapatot. Egész évben szponzorkeresésben vagyunk nálunk, nem áll meg ez a, a, folyamat. De kétségtelen most ugye a múlt héten bejelentett névadó szponzor csődvédelmével kapcsolatban. Ugye egyszer szeretük volna megnyugtatni a szurkolókat, hogy természetesen a csapat ugyanígy, mint idáig a bajnokságot lejátsza, és a Magyar Kupa döntőben is szerepelni fog. Most pedig Székesfehérvár polgármestere tette egyértelművé, egyelőre nem került veszélybe az Albakon férfi kosárlabda csapat. A város továbbra is biztosítja a klub működését. Mint azt Cserpakovics András elmondta, nem érte őket váratlanul a helyzet, hiszen már az előző idényben is jelentős összeggel segítették a klubot. Akkor 96 millióval támogatták a csapatot, 40 millióval a csarnok fenntartást. A 2012-es költségvetés is tartalmaz 48 millió forintos támogatást gyakorlatilag az első fél évre. Azt is mondhatnám, hogy a kosárlabda idény lezárásához biztosítjuk ezt a támogatást. Mi azt gondoljuk, hogy a csarnok fenntartásával együtt ez a befolyó szponzori támogatásokkal együtt elégséges kell, hogy legyen ahhoz, hogy a 2011-12-es kosárlabda idényt a kosárlabda csapatunk eredményesen és sikeresen fejezhesse be. A polgármester azt is elmondta, a Vodafone csarnok tervezett bővítésesen sem marad el. Ennek véghatár ideje a 2013-2014-es idény. Tény azonban, hogy most a csapat jövője élvez prioritást. Ehhez azonban szponzorokra van szükség. Marra a saját pénzét. Az IT ITZRT 20 éve folyamatosan támogatta Fehérvár férfi kosárlabda csapatát. Ezt a polgármester külön megköszönte, hiszen az egész magyar sportéletben alig van példa ilyen tartós támogatásra. Mint mondta, bíznak benne, hogy az Albakombat Csődeljárás során megtalálja a megoldást a továbbműködésre.